vagyunk a fóliaházban, és körülöttünk több százezer édes burgonya palánta van, amik arra várnak, hogy kikerüljenek a termelőföldre, és azután pedig a vásárlóknak az asztalára. Hogyan kell elképzelni az édes burgonyának a termesztését? Tulajdonképpen először érdemes tisztáznunk azt, hogy ugye ezt palántáról ültetjük, mert sokan gondolják, hogy magról, vagy úgy, mint a burgonyát, vetőgumóról, de ezt, mivel trópusi eredetű növény, ezért választottuk ezt a palántát, sokkal gyorsabban növekedésnek indul, mert ez csak a meleg nyári napokban fejlődik itt az országunkban. Gyökeres tápkockás palánta, amit akár meg is tudok mutatni, hogy nézzük is, hogy meg hogyan néz ki. Ez hozta nálunk a legjobb eredményeket. Általában az emberek ismerik, hogy van édes burgonya, de mi az, ami készíthető belőle? Ez az első kérdés. Itt van Andris az édes burgonyánk, ami egy szép nagy darab. Igen. Mit fogunk ebből elkészíteni? Ebből most egy lisztmentes, édes burgonyára alapuló pizzát fogunk készíteni. Itt vannak a hozzávalók, ugye? Reszelt édes burgonya, egy tojás kell, hogy összefogja a tésztáját, úgymond. Pizzakrém, egy kanál olívaolajat, reszelt sajt, ez pizza mozzarella, és egy kis fokhagymát teszünk bele, még sót, bors ízesítésnek. Meggyújjuk először a tésztáját. Ez úgy néz ki, hogy fogjuk a reszelt édes burgonyát, akkor a pizza mozzarellát hozzáteszük, ez fogja összeragasztani, úgymond, a tésztáját. Ízesítés a só, egy csipet sót teszünk bele, meg egy kis borsot, egy kanál étolajat, de én ezt most így csak meglöttyintem, és akkor az úgy érzésre egy picit. Én általában így szoktam. Gereszt fokhagyma kell még bele. Hogyha összegyúrtuk a masszát, akkor én ezt így ilyen házi körülmények között egy tányérra, sütőpapírra szoktam kihelyezni. Készen is van, most visszük a sütőbe, körülbelül hány percig kell ezt sütni? Ezt 15 percig sütjük, elkészül az alapja, aztán rátesszük a feltétet, és azt még rápirítjuk. Amíg sül a pizza, arra gondoltam, hogy készítettünk egy nagyon egyszerű és nagyszerű desszertet, mégpedig egy édesburgonya fagyit, nem másból, mint lila édesburgonyából. Ez megvan már előre sütve, és akkor ezt csak meg kell pucolnunk, igen, ugye? Igen, nagyon könnyen lejön a héja, hogy megvan sütve a sütőbe. Ez ilyen apróbb darabokat választottam, ez fél óra alatt megsül. Hát a Turmix gépbe, hozzáteszük a mandulatejet és a vanília szirupot. Jól összeturmixoljuk, és csak be kell rakni a mélyhűtőbe, és igazából kész is akkor a fagyink. Milyen jótékony hatása van az édesburgonyának? Milyen vitaminok találhatóak meg benne? Hát ugye a sárgában nagyon magas koncentrációban van az A-vitamin, ez a sárga színéből is adódik. A lilában antocianin van, mint antioxidáns, ez főleg a sejteknek, a fiatalos állapotának a megőrzéséért felelős. Az édesburgonyának van egy olyan tulajdonsága, hogy nem emeli a vércukorszintet, ezért lehet nagyon jól ajánlani a diétázóknak is, illetve a cukorbetegeknek is. Elkészült a pizza. Tényleg gyors volt és egyszerű, kóstoljuk meg, mert elkészült a fagylaltunk is, igen, ami meg gyorsan el fog olvadni. Az igazi nagyon pizza finom. Is. Fú, nagyon jó. Pizza íze van, de közben meg ízes burgonya íze van. Ezt mindenkinek meg kell kóstolnia, mert ez nagyon jó. Eddig nem tudtam, hogy az édes burgonyából ennyi minden készíthető, de most te nekem bebizonyítottad, hogy pizza, fagyi, minden, és minden nagyon finom és egészséges. Isteni az édes burgonya!